Jubileum, idén 50 éves a pilótaképzés Nyíregyházán. Dohányfelvásárlás, a kormány továbbra is támogatja a dohánytermesztőket. Ez a mi napunk, fogyatékkal élőket látott vendégül az állatpark. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! 50 éves a pilóta képzés Nyíregyházán. A jubileum alkalmából a Nyíregyházi Egyetem és a Tréner Kft. Találkozót és nosztalgia látogatást rendezett a repülőtéren. Az 50-es számot Verezs Zoltán műrepülő világbajnok rajzolta az égre. Ezt követően a képzés múltjának legfontosabb eseményeit konferencián idézték fel az egyetemen. 50 éve 1968-ban kezdődött Nyíregyházán a hivatásos repülőgép vezetők képzése, tartalma folyamatosan igazodott a piaci igényekhez. A 80-as évek végéig elsősorban mezőgazdasági pilótákat, utána 2004-ig kereskedelmi pilótákat, azóta pedig közforgalmi pilótákat képeznek. Az elmúlt fél évtized alatt 633 fő, közülük 610 pilóta szerzett felsőfokú repülős végzettséget. Nagyon büszkénk vagyunk erre a szakunkra, hiszen nagy múlttal rendelkezünk, és úgy gondoljuk, hogy ez egyik olyan szakunk, ami legalábbis nemzetközi szinten is elismert, hiszen a pilótáink számos országban dolgoznak, így öregbítik az egyetemünk hírnevét. Terveink szerint bővítjük a képzési portfóliót, abban az értelemben, hogy most már diplomások számára is meghirdetjük, így azok is jelentkezhetnek, akik diplomával rendelkeznek és másfél év alatt pilóta végzettséghez juthatnak. A jubileumi program a Nyíregyházi repülőtéren egy nosztalgia látogatással kezdődött, amelyen a végzett évfolyamok közül legnagyobb létszámmal a képzésben jelenleg bennlévő hallgatók és a már nyugdíjas pilóták vettek részt. Olyanok is, akik az első évfolyamon végeztek. Én, amikor végeztem rá két év múlva, átkerültem a Malévhez. Na most a Malév repülés egészen más repülés nyilván, és ott mondhatom, hogy bejártam a világot. A Japántól Amerikáig, a Mexikó, dél-afrikai részek, tehát a legutolsó gépem a Boeing 767-es volt, ami hosszú távú repülés volt. Az volt a tényleg nyugdíjba vonuláskor is, ővele repültem, mert a gépet így apostrofáljuk. Hát közel 20 ezer órát repültem, vagy kicsit többet, mert kisgépes nem számolom hozzá, és valójában egy nagyon színes életút, ami 6 éves koromban kezdődött. Azzal, hogy ha, ott egy repülő, nekem bele kell ülni. Az 1986-ban szintén Nyíregyházán végzett Verezs Zoltán műrepülő világbajnok, vízeroktató kapitány is eljött a találkozóra. Hosszú út volt, de az alapokat mindenképpen ez a főiskola adta meg, hiszen itt tanultam meg repülni, itt tanultam meg műrepülni, és az a lága a repülésnek annyira megtetszett, hogy aztán Európa-bajnokságon, világbajnokságon keresztül próbáltam öregbíteni a Magyarország hírnevét ebben a sportágban, több-kevesebb sikerrel, és hát a professzionális repülés mellett mindig is szerelmem maradt, hiszen a mai napig ezt csinálom. Szokásához híven műrepülő bemutatót is tartott, melynek során egy 50-es számot is felrajzolt az égre. A találkozón elsősorban a Nyíregyházán végzett hallgatókkal képviseltette magát a légügyi hivatal, a Wizz Air, a Ryanair, a Travel Service légitársaságok, a katonai repülés, a kisgépes és mezőgazdasági repülés, valamint a karbantartó szervezetek is. A házigazda természetesen a Tréner Kft. Volt. A képzés olyan szintre jutott, hogy ebbe az évben kezdtük a legtöbb hallgatónak a nulláról képzését, ami 41-et jelent. Ősszel beiskolázunk még 17 Romániából érkező hallgatót, 19 jelenlegi lengyel hallgatónk a Wizz Air Kadér programba indultak, és egy 20 fő fölötti létszám van a Nyíregyházi Egyetem évfolyamába szintén, akit a Wizz Air szeretettel vár. A jubileumi találkozó az egyetemen folytatódott, ahol konferencián idézték fel a képzés múltjának legfontosabb eseményeit.
Javában tart a dohány betakarítása, sőt már a felvásárlás is elkezdődött. A termesztők pedig akár közel 1 millió forint támogatással is számolhatnak hektáronként. A gazdák több pénzügyi segítség közül választhatnak, a magyar állam hazai forrásból például hektáronként 600 ezer forintot biztosít a termelőknek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a hazai dohánytermő területek mintegy 80%-a. Több ezer család él az ágazatból, ezért is fontos, hogy jó minőségű termés legyen évről évre. Az idei betakarítás már javában tart, a gazdák azonban azt mondják, a nyári aszályos időszak mind a dohány mennyiségét és minőségét is kedvezőtlenül befolyásolta. Ebben az esztendőben azok a termelők, akik öntözést nem tudnak megvalósítani, rendkívül gyenge termésmennyiséget és minőségben is egy nagyon gyenge minőséget fognak tudni betakarítani. A előzetes becsléseink szerint a 15%, de akár még ezt meghaladó termésmennyiség kieséssel kell számolnunk. Ugyanez viszont ugyanígy érvényes a minőségre is, lényegesen gyengébb minőséget várhatunk, mint a korábbi esztendőkben. A dohány betakarítása javában tart, sőt már a felvásárlás is elkezdődött. A leszerződött mennyiség az kevesebb, mint 2017-ben volt. A 2017-es évi termés az 6800 tonna volt, az egy nagyon kiváló esztendő ebbe a sorba. 5800 tonnára szerződtek le a felvásárlók. A terület mértéke is csökkent, a 3380 hektárral szemben 3258 hektár, tehát egy bő 100 hektárral kevesebb, 130 hektárral kevesebb a leszerződött mennyiség, mint az elmúlt esztendőben volt. Az árak tekintetében az ULT Magyarország a korábbi éveknek a felvásárlási árait tartja. A Dofer esetében egy 3-5%-os áremelés van meghirdetve. A kormány továbbra is támogatja a dohánytermesztők munkáját, a korábban feltételként szabott hektáronkénti 1000 munkaóra helyett csupán 500 munkaóra bejelentett foglalkoztatási kötelezettséget kell teljesíteniük a gazdáknak, ezért hektáronként 600 ezer forint támogatás jár a termelőknek. Ezt az úgynevezett de minimis támogatás egészíti ki, amelynek értéke 300 ezer forint hektáronként, és elérhető a területalapú támogatás is. A három összeg együtt már megközelíti az 1 millió forintot. Ez a Minapunk címmel immár 14. alkalommal rendezte meg az Éfoész idén a sérült emberek napját. Egészségnapot tartottak a Nyíregyházi Állatparkban közel 3000 fő részvételével. Többek között állatsó, kézműves foglalkozás és sportverseny is várta a vendégeket. Tornázással indult az az egészségnap, amit a Nyíregyházi Állatparkban az Éfoész szervezett. Erre a rendezvényre a hátrányos helyzetűeket, valamint a fogyatékkal élőket várták. Közel 3000 fő regisztrált, és a program keretében több színes, játékos feladaton is részt vehettek. Nyíregyházán kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élőkre. 2016-ban átadták az országban elsőként azt az integrált játszóteret, ahol együtt játszhatnak a sérült gyerekek a többségi társadalomhoz tartozó fiatalokkal. Az állatparki programot nem csupán az 1981-ben létrejött Éfoész, hanem Nyíregyháza önkormányzata is támogatta. A fogyatékkal élőknek azon kívül, hogy meg kell küzdeniük a saját korlátaikkal, nyilvánvalóan sokkal kevesebb lehetőségük van ahhoz, hogy kimozduljanak, és ezért nagyon fontos az, hogy ne csak az ellátásokat biztosítsuk számukra, a gondozást, vagy éppen a foglalkoztatást, vagy a fejlesztést, hanem szabadidős és kulturális tevékenység is bevonjuk őket, és hát lehetőleg térítésmentesen, hiszen tudjuk azt, hogy a családoknak egyébként is megterhelés jelent a napi megélhetés, és így örömünkre szolgál az, hogy nem csak városunk, hanem megyénk, hanem régiónk intézményeiből is fogadhattuk a fogyatékos gyerekeket és családtagjaikat. Tulajdonképpen most több ezer embert láthatunk vendégül Nyíregyházán. Az állatparkban a kicsik és nagyok egyaránt találtak olyan programot, amelyet élveznek korosztálytól függetlenül, ilyen például a papagájsó. A Nyíregyházi Állatpark azért jött létre, hogy mindenkinek örömet szerezzen, családoknak, kicsiknek és nagyoknak, és úgy gondoljuk, hogy a fogyatékkal élő emberek számára különösen fontos a törődés, és különösen fontos az élményszerzés,
És azt hiszem, talán nem vagyok nagyon naív, ha azt gondolom, hogy az állatok közelsége, az állatok szeretete, az, amit az állatok tudnak nyújtani, az hozzásegíti ezeket az embereket ahhoz, hogy boldogabban és kiegyensúlyozottabban éljenek. Nevezhettek többek között kosárlabdára, dárcra, valamint babzsákdobásra is. A sportvetélkedők mellett több állatsút megnézhettek és kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Ebben az évben már 14. alkalmat jelenthetjük, azóta szervezzük ez a mi napunkat. Természetesen régen, 10-12 évvel ezelőtt még nem voltunk ennyien, de egyre inkább nő azoknak a száma, akik bejelentkeznek, és szívesen itt vannak velünk. Ez a Minapunk rendezvény célja, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket és családjaikat egészségre és környezettudatosságra is nevelje. Az egyesület vezetői 38 éve segítik a megyében élő értelmi fogyatékos gyerekeket és felnőtteket, hogy az oktatásban és szociális szolgáltatásokban egyenlő esélyt kapjanak. Szőke Zoltánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották tiszavasvári polgármesterének a vasárnapi időközi voksoláson. Az eredmény történelminek mondható, hiszen a városban eddig még sosem győzött a kormánypárt polgármester választáson, mondta a szavazás eredményeiről is szóló nyíregyházi tájékoztatón dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. A Jobbik fővárosaként is emlegetett településen 4546 érvényes szavazatot adtak le a választópolgármester. A választáson 5-en indultak. Az időközi választást azért kellett kiírni, mert az eddigi jobbikos polgármester lemondott. Fülöp Erik tavasszal a Jobbik listájáról bejutott a parlamentbe, és az országgyűlési munkát választotta. A vasárnapi szavazáson Szőke Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, 1897-en voksoltak rá. Elmondta, fontos feladatának tartja, hogy megerősítse a várost, felvegye a kapcsolatot többek között a civil szervezetekkel, a helyi vállalkozásokkal. Kiemelte, át kell alakítani majd a helyi közmunkaprogramot, hogy értékteremtő legyen a közfoglalkoztatás Tiszavasváriban is. Dr. Vinnai Győző hozzátette, közel egy év múlva önkormányzati választás lesz, így ennyi idő alatt meg kell erősíteni Tiszavasvárit. Az első és legfontosabb a biztonság, a nyugalom, a közbiztonság, a térfigyelő kamerarendszer, mindenféle biztonság, hogy az emberek tudjanak dolgozni a hétköznapokban, másik, hogy legyen munka, munkahelyteremtés, és a harmadik, amit nagyon sokan elmondtak nekünk, ez a három pont van, javítani kell az infrastruktúrát, utakat, járdákat, egészségügyi, szociális, kézilabdapálya, műfűes, sok mindent javítani kell, mert nagyon sok minden hiányzik, tehát egy listát kell majd készíteni, hogy hogyan induljunk el. Ikermondák címmel jelent meg a Kisvárdai Múzeum igazgatója, Wovkori Mária felnőtteknek szóló mesekötete, Szurcsik József Munkácsi díjas festőművész illusztrációival. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Pénteken délután a 4-es számú főúton egy Újfehértó irányába haladó személygépkocsi vezetője valószínűleg rosszul lett, letért az útról, majd több fának is nekicsapódott. A mentők két sérültet szállítottak kórházba. Vasárnap reggel Kótajban az Ibrányi úton egy személygépkocsi lesodródott az útról, árokba hajtott és egy vízátemelő betonpillérének ütközött. A balesetben a jármű vezetője, egy középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Ma délelőtt a Hunyadi utcán szabálytalan sávváltás miatt ütközött össze két személygépkocsi. A balesetben személyi sérülés nem történt. Ikermondák címmel jelent meg a Kisvárdai Múzeum igazgatója, Wovkori Mária felnőtteknek szóló mesekötete, Szurcsik József Munkácsi díjas festőművész illusztrációival. A Kisvárdai Rétközi Múzeum baráti köre egyesületének kiadványát a Murit Zsigmond könyvtárban mutatták be. A szerző tulajdonképpen nem is Wovkori Mária, hanem Tamás Tímea, hiszen a szép irodalmat ezen az álnéven adja olvasói kezébe az író. A szakmai megjelenés, a történettudományi, filozófiai munka az más. Ezentúl a vers, a próza vagy éppen a mese számára együtt jár az értelmiségi léttel. Az ikermondák felnőtteknek szóló gyerekmesék, ahogy a könyvbemutatón Karádi Zsolt irodalomtörténész fogalmazott, a mesék világa lebegés teremt, álom és valóság a nosztalgia szárnyán,
a világ durvaságai elől való menekülés vágyával. Az első kettő egy pályázatra született, a Pagony könyvkiadónak szokott lenni két évenként egy mesepályázata. Azt hiszem Aranyvackor, ha jól emlékszem, az a címe, egy ilyen kicsit édeskés cím, de a pályázat attól még jó, és ez nem is mesepályázat, hanem illusztrátori pályázat. És fiatal kolléganőim kértek meg, akik a Józsa András Múzeumban voltak akkor épp, frissen végzett képzőművész jelölt rajzszakos hallgatók, hogy olyan mese kell arra a rajzpályázatra, amit még nem közöltek sehol. Tematikusak voltak ezek a pályázatok, és nekik azt mondták, hogy én szoktam ilyenféle írással foglalkozni, ami szép írás, és nem segítenék. Nagy közhely, hogy az ember mindig saját magát írja, véli a szerző. A forrás tündére és a kismese után a harmadik történet már családi indítatású. E 45 kicsi oldalon nem csak az álom és valóság találkozik, hanem két nagyszerű alkotó is, hiszen az Ikermondák illusztrátora Szócsik József Munkácsi díjas festő és grafikus művész. Óriási kihívás, ugyanakkor különös élmény volt az esztendő, amíg küszködött a rajzokkal, melyek önálló képzőművészeti alkotások lettek. Az én alkotásaim azok sokkal durvábbak, és sokkal maszkulinabbak, férfiasabbak, mint egy ilyen mesevilágba való, tehát ahol a lélek szépsége és a finomsága, tündérek és csupa gyönyör jelenik meg. Most az én kemény, ropogós megfogalmazású műveimhez a mese az túlságosan finom és gyengéd. Mese ez a négy történet a javából. Klasszikus a befejezés, de valahogyan a mesevilág fölé emelkedik a jóságos figura. A kötet a Rétközi Múzeum kiadványa, a kapitális nyomdában készült és kereskedelmi forgalomban kapható. Vereséget szenvedett a Nyíregyháza Spartacus Siófokon. A Spari 1-0-ra kapott ki a labdarúgó MB2-ben. Kikaptak a kézilabdások is a bajnoki nyitányon a Deactól, míg a férfi kosarasok a Streetball Fesztiválon léptek pályára. A Magyar Kupában aratott győzelem után a bajnoki nyitányon a Deac ellen lépett pályára a Nyíregyházi KC a férfi kézilabda MB1-B-ben. A vendégeknél több egykori NKC játékos is szerephez jutott, és az első félidő után ők lehettek a boldogabbak, mivel végigvezetve nyerték a játékrészt a debreceniek. Kevés gól született, mindkét oldalon jól működött a védekezés, és a kapusok is több lövést hárítottak. Fordulás után is szoros volt az állás, de 18-19 után a hajdúságiaknál Erdős Zoltánt nem tudták tartani egykori csapattársai, és irányításával az utolsó 6 percben komolyabb előnyt harcoltak ki a vendégek, és végül 25-22-re győztek. Ismét kosarasokkal telt meg a belváros, Nyíregyházán rendezték a Streetball Fesztivál egyik állomását, a győztesek pedig a budapesti fináléba jutottak, több korosztályban mérték össze erejüket a csapatok. Sok rendezvény van most már az emberek számára, és elvonja a figyelmet, de akik szeretik a kosárlabdát, szerintem azok itt lesznek most is, és valóban a 3x3-as kosárlabdának a népszerűsége folyamatosan nő, és hát ugye az mindenféleképpen jó, hogy nekünk van egy Európa-bajnok kosárlabdázónk. Ugye Mokánszki Máté, aki ott volt ebben az U18-as Európa-bajnok csapatban, illetve Lekvi Józsi edzőként dolgozott ott, és ő is a mi alkalmazottunk. A napot számos kiegészítő program és dobóverseny is színesítette. Siófokon lépett pályára a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó MB2-ben. A 24. percben az egyik hazai ellentámadás végén Elek lépett ki, és Siova Leventével ütközött. A játékvezető 11-est ítélt és sárgát adott a Spari kapusának. A büntetőt Elek értékesítette. A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, a második félidőben több beívelésnél is fejelhettek a nyíregyháziak, de egyenlíteni nem sikerült, így a hazaiak 1-0-ra megnyerték a mérkőzést. És most nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. 50 éves a pilóta képzés Nyíregyházán. A jubileum alkalmából a Nyíregyházi Egyetem és a Tréner Kft. Találkozót és nosztalgia látogatást rendezett a repülőtéren. Az 50-es számot Veres Zoltán műrepülő világbajnok rajzolta az égre. Ezt követően a képzés múltjának legfontosabb eseményeit konferencián idézték fel az egyetemen. Javában tart a dohány betakarítása, sőt már a felvásárlás is elkezdődött. A termesztők pedig akár közel 1 millió forint támogatással is számolhatnak hektáronként. A gazdák több pénzügyi segítség közül választhatnak, a magyar állam hazai forrásból például hektáronként 600 000 forintot biztosít a termelőknek.
Ez a Minapunk címmel immár 14. alkalommal rendezte meg az Évfolyész idén a Sérült Emberek Napját. Egészségnapot tartottak a Nyíregyházi Állatparkban közel 3000 fő részvételével. Többek között állatshow, kézműves foglalkozás és sportverseny is várta a vendégeket. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, rögtön jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is várjuk Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.